Idősebb világnapi alkalmából szervezett kis összejöttelét. Külön köszöntöm Holák Krisztián polgármesterúrat, polgármester alpolgármesterúrat, képviselőtestület tagjait, amit a Szociális Szolgálatok Központ intézményvezetőjét Lakos Jánosné, és külön Bernát Júzi intézményvezetőjét. Felkérem Holák Krisztián polgármester urat, hogy köszöntse az összegyűjteket. Köszönöm szépen, ez gyors felvezetés volt, Zoli. Hamar rátértünk a lényegre. Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntök én is szokás szerint mindenkit ezen a fantasztikus napon. A Jóisten is kedves volt hozzánk, mert gyönyörű szép idővel áldott meg minket. Azt beszéltük tiszteletes ura, hogy az nagyjából úgy működik, mint a templom az idősebb napja. Amikor jó idő van, sokan vannak, amikor rossz idő van, akkor kicsit kevesebben, mert hála jó Istennek el tudtak jönni, Isten hozta önöket. Egy idősebb ember barátsága segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességén múlik. Az idősebbek számára egy fiatal jelenléte reményt ad arra, hogy amit megéltek, nem vészel, és álmaik megvalósulnak. Ferenc pápa idézetével köszöntöm önöket. És talán ez az idézet lehet a legjobb mondója annak, hogy mi mindannyian, azt hiszem mondhatom nyugodtan, hogy életkortól függetlenül számíthatunk egymásra. Idős a fiatalra, fiatal az idősre. Viszont ez egy olyan kapcsolat önmagában, mint a szerelem, amely folyamatosan ápolni kell minden oldalról, folyamatos gondozást igényel, törődni kell vele, mert bizony néha-néha valamelyik oldal segítségre szorul. Településünkön minden ilyen gála műsorral és egy szerény vacsorával fejezzük ki megbecsülésünket a város időskorú lakói iránt, akik áldozatos munkájukkal méltán vívták ki maguknak a tiszteletet az elmúlt évtizedek során. Mindig boldogsággal tölt el, ha új tagokat köszönhetek körünkben, Isten hozta őket, remélem, hogy évről évre gyarapszunk, ez azt jelenti, hogy a település élni is fog, és életben is kell, hogy maradjon nagyon-nagyon sokáig. Bővül a csapat, annál is inkább nagy szükség van új tagokra, mert sajnos sokan tudjuk azt mindannyian, hogy a sors akaratának megfelelően előbb-utóbb itt hagynak bennünket. Tehát kell az utánpótlás, bátorítsák a szomszédokat, az időseket, akik még nem szentelte magukat, nagy tisztelettel, szeretettel várunk mindenkit. A mai rendezvény célja, hogy nyilván a szórakoztatás és a finom vacsora mellett a város méltó módon köszönetet mondjon szüleink és nagyszüleink generációjának. Bőte Csaba így vélekedik az időskorról. Az időskor az aratás, a tovább ajándékozás ideje. Szép a terméstől rosszorozó fákat megcsodálni az őszi napsütésben, jó dolog megöregedni, aratni és ezzel hálát adni. Jó dolog életet párjával gyönyörködni sudár, erős gyermekeitekben, orvban a síponokájátokban. Jó megkóstolni, átérezni a becsületes apai és az anyai remeket. Így van ez, nagymama is nagypapa korban is. Gondoskodtál a családról, szépen jönnek az unokák, tiszták szájukban az imádságok, a kacogás és csak becsületes tiszta szó olyan jó ízűen segítenek. Mindannyian földek vagyunk, áldott anyaföldek. Létünk célja, hogy a ránk bízott magvakból gyümölcs legyen. Ne keseredj el, ha azt látod, hogy néhány mag, amit szorgalmasan elvetettél, még nem nőtt ki, hiszen két hatalmas fegyvert adott a kezedbe a Jóisten. Az imád, amelyet csendben, de biztosan megmentheted családot tévejő bárányait, és az időt, melyel mindig bőségesen rendelkezel.
Napjaidat jó kedvel szeretteidnek ajándékozhatod, van időt továbbadni azt, amit értéknek tartasz, és mindig van, amivel örömet tudsz szeretni másoknak. És jó dolog egy hosszú lánc egyik személynek lenni, és az utána jövő láncszemben továbbadni azt az erőt, amely téged is egykor próbára tett. Hiszen álmaidat ők adják tovább, és ők valósítják meg. De ne felejtsd, te számunkra tanár vagy, ahogy minden élethelyzetben most is az. Nagyon sok mindent kell még továbbadod. Ezen gondolatok mentén köszöntöm nagy szeretettel és tisztelettel ismét önöket, akiknek valóban a jelenünket és a létünket köszönhetjük itt is Cigányon. Úgy vélem, hogyha készítünk egy számvetést arról, hogy a legutóbbi 100 évben, hiszen a cigány, kis cigány és nagy cigány újra egyesülésen a 105 évfordulóját tartjuk, akkor a számítás során tudjuk azt, hogy mennyi és mennyi változáson ment keresztül telepedésünk. Nagyon sok mindent tudnék felsorolni, hogy mekkora fejlődtünk, hová jutottunk, hogyan lett két községből egy, hogyan vált nagyközséggé, hogyan vált városra, és végül hogyan vált járási központtá szeretett településünk. Akkor önök ott mindannyian a munka kapcsán kihúzhatják nagyon büszkén magukat, hiszen önök már elvégezték a munkát ezekben az építkezési folyamatokban, és most nálunk van a gyepről. Nekünk milyen a feladat, és rajtunk is múlunk, hogy a következő generáció miként fogja értékelni a szeretett szülőföldjét. Mi fiatalabbak, az önök fiatalabbak, tehát majd lassan én is 50 éves leszek jövőre, az önök által elvégzett munkára nagy hálával és nagyon nagy szeretettel gondolom. A Jóisten gazdag áldással legyen továbbra is családjukon és életükön. Mielőtt elköszönnék és befejezném a köszöntőmet, szokásom szerint szeretném köszönteni az idén az 50. házasságú évfordulójukat ünneplőket. Három családban nekem feltüntették a papíron. Azok közül, hogyha valaki itt van, akkor nagyon nagy szeretettel várom és sírom ide. Egy kis ajándékosat készítettünk el. Tehát három házas pár, Németh Károly és György Mária az Iskola utcából. Tolnai István és Batta Gizella. Felelő lettem, hogy itt vannak, igen, igen. Jövök, én örökösen. És a harmadik házas pár Fodor Balázs és Gál Zsuzsanna. Tehát mindhárman az idén az 50. házassági évfordulónkat ünnepelték, még sok-sok boldog éveket kívánunk együtt a település lakóminyájában. Na de kik a város legidősebb lakossága? Hála Istennek, amelyet a polgármesterek mindig szinte ugyanazok, ezek nem nagyon változnak. Ez azt jelenti, hogy jó egészségnek körbendenek. Hát a város legidősebb lakosa Nagy Béla bácsi, a Rózsa utcából, 98 éves. Gratulálok neki, ő nincs itt, illetve a hölgyek közül is meg kell említsem Horváth Matildot a Vasút utcáról, 93 éves. Úgyhogy a legidősebb lakosok. És pedig értesse őket, hogy nagyon-nagyon sokáig. A 2023-ban a 90. életévüket betöltött és betöltendő személyek a következő. Nagy Zoltán úr a Bem utcából. 1993. március 21-i született. Olá Istvánné, aki szintén 93-ban, tehát 90 éves, a Dekvédi utca 3-ból. Fodor Miklósné, a Kazinc utca 35-ből. Remes Ferencné, a Fő utca 132-ből. És Sági Valás bácsi, a Jókai utca 11-ből. Tehát ők már betöltötték a 90-et, Isten érdeklődésből is. 90 év feletti személyeket még engedjük meg, hogy felsoroljam. Sajnos nem sokan vannak.
Nagy Károly bácsi az Él utca 33-ból. Karcsi bácsi, kicsit is van a Köszönöm szépen! 92 éves Fodó Miklós bácsi az Új Élet utcából. Bonnár János és 92 éves Tiszaúsor 42-ből. És Iski Dezsőné 91 éves a Petőfi Tisza 20-ból. Mindenünk a jólisztani nyertesek nagyon-nagyon sokáig. Idősek otthonába is elmentek egy páran, őket is írjuk megemlítenem, bár nem cigánnak vannak, de cigáni születésőket megérdemlik a tiszteletet, hogy szóljuk róluk is egy pár szót. 94 éves Dorcs Józsefné, aki tárgyaltak a kiírósok otthonába akik. Bornán Miklósné, 91 éves, aki a Dalanyás utcában akik. Balla Istvánné a Zsák utca 9 szám alatt, ők szintén 91 éves. Hát ők a legidősebb lakók. Én remélem, hogy nagyon sokszor kell még kijönnünk és köszöntenünk önöket, mindenkit, aki itt van. Tehát azt a bűvös 90. évet mindenképpen minimum el kellene élni. És kerüljön, amiből kerül, összeszedjük az ajándékcsomagokra a hozzávalót, úgyhogy hajrá, mindenkinek jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen! A mai estéről annyit, hogy a vacsorát Cigányváros önkormányzata, illetve Cigányváros képviselőtestülete biztosította. Lőrinc Jani kétkezi munkájának köszönhetően az alapanyagokat és a kollégáiknak is szintén köszönjük, hiszen nagyon sokat fáradoztak azon, hogy ide kerüljön az asztalra. Köszönjük szépen a képviselőtestületnek! Külön köszönet Német István képviselő úrnak, aki egy-egy csokoládéra fogja önöket megajándékozni, mikor mennek haza. És hálásan köszönöm Dakos János még intézményvezető asszony munkáját, illetve intézményvezető helyettes úr, illetve helyettes asszony munkáját, akik nem csak a mai nap, hanem az év minden napján nagyon-nagyon szorgosan és hálásan gondoskodnak önökről. Én köszönöm az ő munkájukat, én legalábbis nagyon örülök, hogy van ez az intézmény körülben, a Szociális Szolgáltató Központ. Nagyon sok embert tudunk figyelni, és nagyon sok embernek remélem, hogy jelenleg is úgy gondolja, hogy segítséget tudunk nyújtani. Én köszönöm azt, hogy ők itt vannak velünk, köszönöm, hogy eljöttek, és természetesen köszönöm a jó Istennek, hogy én már 14. alkalommal mondhattam ezt a beszédet. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen a polgármester úr szavait. Most is itt van köszönöm Kristóf István, főleg a református lelkipásztorunk, aki nem elfelejtettem köszönteni, hanem most szeretném felkérni, hogy egy áldást mondja önöknek. Áldás békesség! Köszönöm szépen a felkérést, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Örömmel teszek mindig eleget. A gyülekezetünknek a nagy része jelen van mindig ezen az eseményen, és örömmel beszélek, illetve örömmel hirdetem Istenünk megtartó szeretetét egy ilyen szép gyülekezet, illetve közösség előtt. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, mind a magam, mind a református gyülekezet nevében, és örülök, örvendek annak, hogy településünk életében van egy nap, amikor idős és szépkorú testvéreinknek külön figyelmet szentelünk. Amikor életünk középpontjában, gondolataink középpontjában, de miért is ne, amikor imáink középpontjában is önök vannak. És amikor valóban ki tudjuk fejezni önöknek tiszteletünket és megbecsülésünket, hiszen az öregek hordozzák annak az élettapasztalatnak a bölcsességét, amely segít bennünket, fiatalabbakat vagy fiatalokat abban, hogy ne ismételjük meg ostobán a múltnak a hibáit. És különösen, ha látjuk ugye napjainknak a történéseit, ezeket a háborúkat, jó lenne nekünk fiataloknak, vagy fiatalabbaknak az idős emberek tapasztalataiból
több bölcsességet meríteni, és nem mind mélyebbre és mélyebbre haladni a háborúban, a küzdelmekben, a harcokban. Mivel lelkészként Isten ígéjét is képviselem önök között, azt gondolom, hogy az Úristen arra hív bennünket, és bármilyen életkorban legyünk, bármilyen életszakaszba lépjünk, hogy az ő követői legyünk. Én azt gondolom, hogy az öregkornak, az időskornak is megvan a maga kegyelme, és megvan a maga küldetése. Az öregkor egy nagyon fontos hivatás. A Szentírásban és az Isten akaratában. Nem jött még el annak az ideje, kedves testvéreim, hogy az evezőket kivegyék és a csónakba tegyék. Önökre még nagyon nagy szükségünk van nekünk, fiatalabb generációnak. Szükségünk van a szülőknek, a nagyszülőknek, a dédszülőknek az imádságaira. És én is egy idézetet szeretnék felolvasni, egy kicsit kapcsolódik is ugye a gondolatom ahhoz, amit a polgármester megfogalmazott. A hívő ember azt mondta, hogy az a társadalom, amelyben már nem imádkoznak, olyan társadalom, amelyben az öregekre vagy az öreg kornak nincsen értelme. Ez rémisztő. Nekünk mindenek előtt olyan idősekre van szükségünk, akik imádkoznak. Hiszen az időskor ugyanis épp arra jó, hogy imádságban hordozzák a fiatalokat. Isten előtt gyönyörű szép az idős embernek az imádsága. Nekünk valóban szükségünk van a ti imáitokra. És egy gyönyörű szép történetet is találtam egy 96 éves idős emberről, aki egy intézményben töltötte idős napjait, és minden nap meglátogatta őt az intézménynek az orvosa. Az életkorához képest szokatlanul elégedett és derűs életvitelt folytatott. Épp az ellenkezője volt érvényes erre az idős emberre, mint a hasonló vagy még sokkal fiatalabb korosztályra, akiket hát többnyire a határtalan keserűség és panaszkodás töltött el. Nagyon fordult a kíváncsiság az orvos, hogy mi lehet a titka 96 éves korban is ennek a derűnek. És egy nap megkérdezte. Nevetve válaszolta az idős ember, és azt mondta, hogy én minden nap, doktor úr, két tablettát veszek be, ezek segítenek nekem. Meglepődött az orvos, de hát én soha nem kellett önnek tablettát felírjak. Mire az idős ember a bölcs, az idős bölcsességével és derűjével azt válaszolta, hát ezt a két tablettát képtelen is volna a doktor úr felírni nekem, hiszen még nincs az a gyógyszergyár, ami ezeket gyártotta volna. Hiszen én minden reggel ébredés után beveszem a megelégedettségnek a tablettáját, és minden este lefekvés előtt beveszem a hálaadásnak, a köszönetnek, az imádságnak a tablettája. Na, ezek segítenek engem a derűben és a megelégedettségben. Kedves testvéreim, én azt kívánom, hogy gyermekeikben, vagy élettársukban, unokáikban, hitünkben találják meg azt az örömforrást, ami átlendíti önöket a nehézségeken, átemeli önöket az akadályokon. És a jó Isten legyen életünk minden napján a mi erőforrásunk. Természetesen nem hiányozhat a Bibliának a segítségül hívása. A 70. Zsoltár ezt mondja, öreg koromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Köszönjük szépen tisztelendő úrnak, és a délután további részével pedig fogadják szeretettel munkatársaim által közvetve a felszolgált vacsorát, amit ahogy polgármester úr mondta, az önkormányzat dolgozói készítettek el, illetve utána a vacsora közben és utána pedig Orosz Józsi fog egy ilyen meglepetés táncot ejteni a önöknek, ezt a továbbjában.
vélem. Ki tudja meg, hol hűlik el a józan érzem. Ki üti azt, hogy szenvedek, ha nem vagy éppen, bár épp ez, amit szeretem. Mint van az a halvány kékszem, mint zavaró, hogy hozzanak a kulcsa végben, bár épp ez, amit szeretem. Árulj, de miért tudsz a tiánk, árulj, de miért tudsz a Thank you.
rossz felhátol belé. Szóval a paláttól tizet, azt a burta rá néz tizet, nincs ebbire fájjon már. Az a burkán és küzet, nincs semmire fájjon már. Csúrjuk a balánytól küzet, az a burkán és küzet, nincs semmire fájjon már. Köszönjük szépen! Köszönjük, köszönjük! Csillag majd téged, fekszál fenn az éget, folyton szó a fédet, minden érek el. Álmomban látok, s minden nap várok, mert ami élet, meg a csillag leszel. Csillag majd téged, fekszál fenn az éget, folyton szó a fédet, minden érek el. Álmomban látok, s minden nap várok, mert ami élet, csillag leszel. Talán emlékszel még, milyen szót volt a tét, mégis forró leszünk éjszakán. Aztán elint anyád, ez most is úgy bár, hiszen akkor volt a búcsúzás. Van magrongok a földön, miket újra élnék szívesen. Ha rajta múlva, újra meg újra, csak jelennél velem. Csillag vagy téged, megszáll benn az éget, hogy vonzó a kréget, minden érek el. Álmomban látok, s minden nap várok, mert amit élek, meg a csillag leszel. Csillag vagy téged, megszáll benn az éget, hogy vonzó a kréget, minden érek el, álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amit élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy téged, megszáll benn az éget, hogy vonzó a fényed, minden érek el, álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amit élek, nekem csillag leszel. Thank you.
ide, hogy elássam a szemperjű homok szemeke, s utoljára tár, azt kívánom én, hogy te lássam nagyon boldog én. Azt kívánom én, hogy te látszom nagyon boldog én. Köszönöm szépen, főleg a segítséget. Egyre többen mindenki velünk együtt. Csak egy vidámabb nótain, ahogy ígértem, elsöpri a szél, ha kell, ha nem, a fa levelet, ez a nóta következik most. Fogadjál sok szeretettel, szóljon hát a dal. Hát kérem szépen, ezt a csárdást egyébként hegedűre írták eredetileg, de több harmonikás is feldolgozta már, fogadják sok szeretettel.
szépen. Monti Csábrán szólt az élet elhangzott dal. És akkor elérkezett a pillanat, amikor szeretnék mindenkit egy pici énekpróbára invitálni. Nem olyan túl nagy a lelkesedés. Nem vagyunk még nagyon fáradtak? Nem hallom. Én sem. No, hát ez egy régi örökzöld melódiát választottam, nyilván egy eléggé ismert dallam, a régi olasz örökzöld, természetesen magyar szöveggel, valahogyan úgy szólt, hogy... Imádok utat jelni, imád énekelni, akárhol járok szívemből, áradatlan az égkelni. Imádok útra kelni, vidám énekelni, akárhol járok szívbe, itt állítjáink. Eddig jó? Legalábbis majd. Hát azt mondtuk, nem vagyunk még nagyon fáradtak. Akkor egy pici-pici tapsot hadd kérjek. Erre az ütemre csak egy pici-pici összeállítok. Eddig nagyon jó. A műsor szervezőinek kérését szeretném tolmácsolni, hölgyeim és uraim, kedves vendégek. Csak az van felmentve a tapsaló, akinek üveg vagy kopár van a kezében. Ne jósz vagyunk, érdem, hajrá! No, tehát a taps ne álljon meg. És ilyenkor szoktam volna mondani, hogy igaz ugyanúgy én könnyű helyzetben vagyok, mert előttem mikrofon van, és ki vagyok hangosítva, ladázni, mégis a önök vannak többen. És hogy nyugodtan túl lehet nekem kiabálni, bizony. Tessék nyugodtan tapsolni, mert onnan fogják tudni, hogy ki járt itt a mai rendezvényen. Nem szeretjük, hogy hogyan. Hát akinek jó lesz a legyen. Nos, ha mindenki felkészült, akkor szeretném, hogy egy picit hangosabban együtt elénekelni, ahogy az imént is, hogy imádok útra! Na hát, ez sokkal jobb. Vidám! Akárhogy jár a szívemből, áradatok a szépen. Imádok útra! Vidám! Akárhol jár a szíve, itt áll, itt áll, itt áll. Elég csodálatos. Nem felejtjük majd el a szöveget, mert erre még visszatér. De előtte jön az, hogy egyen vágyok, remény szóló, a szív. A saját árnyékon fog, sosem féle, akár egy történet a nagy világban. Jó kedvenet elveszett, sosem fog. Mindenhol szeretni, így mi nem a bajra orvosságit, jós magetti. Mindenhol megtalálom azt a ütöm, hétköznap is ütletünk a hangulatot. És újra itt vagyok, hogy szólom már ilyen, az ember cimádra mindig visszahívja, hogy gyarmad írunk. Szerelmem mindig fél. Na jöhetünk újra jó hangosan. Imádok útra, vidám, akárhogy jár a szívem, állatok a szépen én. Imádok útra, vidám, akárhol jár a szívem, itt áll, itt áll. És aki esetlegesen nem tudta volna megjegyezni a szöveget, annak a következő pár sort ajánlom, ami úgy szól, hogy na 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 na. Imádok útra, vidámak énekelni, akárhol járok szívemből, áradatok a szépen én. Imádok útra, vidámak, akár
Károlyt, járok szépen. Csak is mondanom számít. Köszönöm a segítséget, igazán a bíróból. Vigyek a szörnyet, érdőket, mikor a barlány szeretett. Neki a bőrnök, vágyam, de még a mennyországban. Jaj, a szemet, nekünk vélemíteni, hoppá! Elégszem rám, mert meghagyít, mikor a szádat csókolt, magam a mennybe. Jaj, a szemet, nekünk vélemíteni, elégszem rám, mert meghagyít, mikor a szádat csókolt, magam a mennybe. Illek a barna, én mikor a szőkén szeretem, neki a földön pályam, de mi a fejlőt álltam ki. Jaj, a szemek, egy félni felé, ne nézzen rám meg, meg mikor a szádat csókolok, akár a mélybe. Jaj, a szemednek érdemé, ne nézze rám meg, meg papi, mikor az állam csókolok. Csókolok. Magam a mennybe, magam a mennybe, magam a mennybe, mert rád a hátam, szép, bizonyára nem ismeretem ez a nóta. Az lehet talán, hogy ebben a formában még nem hallották, akkor most elérkezett a pillanat, szóval szóljon a dal, miért múlik el minden, ami szép. Azonik a dolgok meg a láb.
így múlik el minden, ami szép. Ki tudja, hogy vissza jönnek én. Így múlik el minden, ami szép. Ki tudja, hogy vissza jönnek én. Thank you.
szemét. Aztán többre vágytam, mondjuk egy picit lassra, de fordom szemét. Come on, szelám! Szígom, 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 szám! Gyere rá egy kis szabó! Itt a szívem ágyom! Come on, szelám! Szígom, 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 szám! Gyere rá egy kis szabó! Itt a szívem ágyom! Come on, szelám! Még a Dávidos időkből egy szerelmes melódia, ám bár nem egy lassú dal, amikor a szívem úgy dobog, szólj hát a nőttel. Az éjszakát, és menjünk tovább.
Köszönöm szépen! Azt mondják, hogy ráadás nélkül nem igazán rendezvény, vagy legalábbis a műsor, és eszembe jutott egy régi-régi dal, de szeretném, ha együtt énekelnék egy kicsit, mert az olyan jól ment egyébként. Nincs ott lámba fény. Házunk előtt, véletlen fák. Engem anyám, mindig hazatán. Megírom a jó anyám neked. Ne várj vissza, többé nem megy. Kis falunkban nyugodóra térnek, anyám mondják, érte meg imád. Általában ezt a részt mindenki tudja. Hogy rendeszem, de én már nem leszem. Mert minden éjjel szüllenék egyet. Látom rá a szüllőt. A festetből a pezgőt macsarám. Hogy mi lesz a vége, nem tudom. Meghalok-e szülők hajnagon. Amikor a kis falunknak nyugodóra térne. Mert minden éjjel szívlenék megyen. Átadják a szülők szimbolán. A kezdető, a kezdkülsz, a vacsorán. Hogy mi lesz a kérdében? Amikor a kis malomban nyugodból a térre, anyám, hogy ne érjön egy imád. Amikor a kis malomban nyugodból a térre, nem felejtettem el, csak eszembe jutott egy gondolat, hogy akinek ismerős, annak bizonyára nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy a régi Express dal, egy régi Solymos Tóni Nótáról van szó. És nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egyszer a dalszerzői Tónit elvittem egy stúdióba Budapesten, ahol közösen felénekelhettem vele ezt a dalt, és egy óriási megtiszteltetés volt számomra, mert én még egész kis gyerek voltam, amikor ez óriási sláger volt. Ha viszi valaki, ha nem, ez így van. És akkor szóval, hogy teljes egészében ez a dal. Most meg kell, hogy érjék, Tóni, nem hoztam magammal tőle márvány is egyedül. Dalod belül harmonikán. Természetesen nem másról szól a dal, mint egy harmonikásról. Dalod belül harmonikán. Látszol jól már.
szépen. Holnap öreg szimbolán, nem hagylak el a fény soha. Jó, figyelj! Elmesélj életet, a fény kis életet, hát ez nem. Jó, figyelj! Öreg szemész vagyok, nem küldetem be. La 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 la